Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinky Attila vagyok, és ismételten ez egy gyors bejelentkezés innen Dubajból, hogy mégis mi történt a mai nap folyamán, mik azok a fontos dolgok, amire érdemes figyelni. Tehát először is mindjárt megnézzük, hogy hogyan is néz ki az argentin peso, ugyanis iszonyú esett egy nap alatt a dollárhoz képest. Aztán megnézzük, hogy több országban is természetesen most már all-time high-on a Bitcoin, és előbb-utóbb az USA dollár is ugye következni fog, hiszen ott is all-time high-ot fog elérni. Valamint itt van Gary Gensler, aki lehet, hogy már másképp néz a Bitcoin Spot ETF-ekre. Nos, ezekről lesz szó a mai videóban, és ne felejtsd el, hogyha tetszik ez a tartalom, hogy minden nap gyártok, akkor nyomj egy lájkot, ha pedig nem szeretnél lemaradni, és ugye megkapni mindig a friss infókat kripto blokklánc téren, akkor itt a helyed a Blockchain Hungary YouTube csatornán, minden nap azon a legfrissebb infókat neked. Szóval először is megnézzük, az argentin peso egy nap alatt kb. 50%-ot esett be az amerikai dollárhoz képest. Ugye most új elnök jelöltjük van, Javier Milei személyében, aki igazából neki megy ezeknek a központi banki rendszernek, és most kerülnek elő a dolgok, és látható, hogy milyen gyenge lábakon áll a gazdaságuk, de nem ők lesznek az utolsó ország, ami ugye gyengülni fog, hogyha a fiat pénzeket nézzük, ugyanis például, hogyha megnézzük, akkor Bitcoin all-time high van már számos országban, például ott van Nigéria, ott van Egyiptom, ott van Törökország, az előbb említett Argentina, és még lehetne sorolni, tehát a Bitcoin újabb és újabb all-time high-okat dönt meg az utóbbi időszakban. Az amerikai dollárra is csak bizonyos ideig kell várni, tehát 69 ezer dollárral volt az eddigi mindenkori Bitcoin csúcs, és hogy ez mikor fog megdőlni, egész jó esély van, hogy ez meg fog történni 2024-ben. Ugye a különböző narratívák vannak, lehet itt a Spot Bitcoin ETF-nek a jóváhagyása az SEC részéről például, ami egyre valószínűbbnek tűnik, már ha megnézzük Gary Gensler legújabb kommunikációját. Ugye eddig arról beszélt, hogy hát bizony ugye többször visszadobtuk, meg ugye mindig elnapoltuk, most viszont a legutóbbi beszédében már azt mondta, hogy igen, hát a bíróság is mondta, hogy ezért és azért érdemes ezen elgondolkozni, tehát újra meg fogjuk nézni. Újra megnézem, miért eddig nem olvastátok el rendesen. Nem szól ez másról, mint hogy alakul át a kommunikáció, és egyre nagyobb esély van arra, hogy tényleg a Bitcoin Spot ETF-et is elfogadják, valamint 2024-ben jöhet ugye a következő Bitcoin halving, ez tuti, hiszen bele van építve a protokollba, emellett természetesen ugye a Fed is már ugye rebesgeti, hogy nemhogy nem emelnek kamatot, hanem 2024-ben kamat csökkentések lesznek. Ezek mind-mind ugye lendületet adnak a piacnak. Lehet látni, hogy a Bitcoin is most is 42 ezer körül tartja magát, amikor ezt a videót készítem, tehát egész jól van. Az altokról nem is beszélve, amik nagyon szépen száguldoznak, még az utóbbi ugye Bitcoin korrekció után is, ami ilyen flash crash volt, 7%-ot esett le, ugye pár perc alatt, kb. 15 perc alatt. Altok is, de utána újra erőre kapott a Bitcoin, és most is szépen tartja magát. Tehát összességében nagyon jól néz ki jelen pillanatban a helyzet. Ez nem azt jelenti, hogy nem jöttek majd korrekciók, mert ez abszolút a Bika piac részei, de én úgy gondolom, hogy 2024-25 egy igencsak jó időszak lehet a Bitcoin és a kriptópiac számára. Ennyi volt akkor már, a holnap természetesen ismételten jelentkezem. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, hogyha minden nap szeretnéd megkapni a legfrissebb kriptó és blokklánc híreket, akkor pedig iratkozz fel erre a YouTube csatornára, a Blockchain Bloom Hungary-re. Találkozunk a következő videóban, innen búcsúzom a Bulls Perifa tetejéről, Dubajból.